A Fehérvári Polgárok Egyesülete és a Szent István Király Múzeum összefogásával gazdagodott tovább a Mártonnapi legenda Székesfehérváron. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a jövőben is ez megmaradjon, ez a késztetés részükről. Szent Márton ünnepe valóban a néphagyományhoz köthető, amit apáink, szépapáink, dédapáink tulajdonképpen elplántáltak bennünk, és azt gondolom, hogy ugyanez a kötelességünk, hogy a továbbiakban ezt végigvigyük, és unokáink, gyermekeink is a néphagyományt, a magyarságot őrizzék és műveljék. Hogy miként lesz a Koldus Mártonból püspök, majd szent, a Szénatéri Általános Iskola kiváló, tanulságos magyar-német nyelvű előadásából tudhattuk meg. Nagyon örültünk neki, amikor a Fehérvári Polgárok Egyesülete először megkeresett bennünket ezzel az ötletével, hogy rendezzünk egy mártonnapi megemlékezést. És hát ez eleinte ilyen batyubálszerű, bálozós, vigadós rendezvény volt, amiben egy kicsit magunkat is meg tudtuk mutatni, a múzeumot is bemutattuk. Ez mindvégig mostanáig is része a programnak. A Fehérvári Polgárok Egyesülete kezdeményezője és egyben őrzője is a hagyománynak. Egyfajta lokálpatrióta szemlélet kell mindenféleképpen, ez az egyesületünkben megvan. Ezt 1994-ben alakultunk, és azóta megpróbálunk folyamatosan a városért tenni, és azokat a régi hagyományokat feleleveníteni, ami jelenleg is ugye megvan a Mártonnap. Úgy tudom, hogy a városunkban először mi kezdtük el ezt a mártonnapi dolgot a múzeumban, illetve országosan sincs ilyen esemény. Na, ilyen vásár is csak Döbrögön volt? Az ünnepi műsor természetesen nem múlhatott el anélkül, hogy Döbrögi uram ne kapja meg a magáét. Fazekas Mihály Ludas Matyi című örökbecsű történetét ezúttal a Felsővárosi Általános Iskolások idézték meg.